Kedden tartott a tisztújító közgyűlését a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A korábbi elnököt, Szalai Ferencet újabb 4 évre megválasztotta a tagság, az újraválasztott elnökségben pedig helyet kapott Sitku Ernő, korábbi 149-szeres válogatott játékos, a Marsó NKK szakmai igazgatója, a Nyíregyházi Sportcentrum és sportigazgatója is. A kosárlabda az, amiben eddig is éltem, és úgy érzem, hogy ez az a terület, ahol a legjobban tudom érvényesíteni talán tapasztalataimat és a tudásomat, és szerettem volna természetesen minél előrébb kerülni a ranglétráján a kosárlabdának, hiszen szeretnénk elérni azt, hogy Nyíregyházán egy igazi kosárlabdabázist tudjunk kialakítani, egy olyan csapatunk legyen, amelyik folyamatosan a 8 közé kerül, és úgy gondolom, hogy a magyar kosárlabdáért is folyamatosan tenni kell. Szeretnénk, hogyha ugyanolyan, hát annyira nem azt akarom mondani, hogy magasságokba, de mégis egy picit magasabb területre emelkedhetne vissza, és részt vehetnénk az Európa-bajnokságokon, és ott lehetnénk a világ kosárlabdázásában. A közgyűlés kibővítette az 5 évvel ezelőtt meghirdetett új pályán elnevezési programját, a kiegészítés jelszava mennyiségből a minőségbe. Ha azt nézzük, hogy a TAO lehetőségével, illetve a dobdokosára akcióval elindult egy nagyobb bázis kialakítása, akkor úgy gondolom, hogy elérte most már a magyar kosárlabdázás azt az időszakot, amikor a bázisból, a nagyobb mennyiségből át kell, hogy alakuljanak jobb minőségi játékosokká, hiszen mindenképpen ez lett volna a cél a mennyiségi fejlesztéssel is. Ahogyan az előbb említettem, szeretnénk, hogyha ott lennénk az Európa-bajnokságokon, szeretnénk, hogyha ott lennénk a Nemzetközi Kupában. Jó lenne, hogyha a magyar csapatok, illetve a magyar válogatott meghatározó szerepet tölthetne be Európában. Ez sajnos nem 1-2 év munkája lesz, ehhez idő kell. Ki kell, hogy harcoljunk egy bizonyos respektet, amit a sportban mindenképpen végig kell járni, ezt a ranglétrát. De bízom abban, hogy el tudunk indulni egy úton, és néhány év múlva eljuthatunk oda, hogy nem az lesz a kérdés, hogy szerepelünk-e az Európa-bajnokságon, itt akár női és akár férfi csapatokra gondolok. A közgyűlésen Farkasinszky Gyulát, a nyíregyházi kosársuli elnökét ismét az ellenőrző bizottság tagjává választották. Az új elnökség a jövő hét elején ülésezik először, és mindjárt két a következő férfi bajnokságot alapjaiban meghatározó téma, a külföldi játékosok száma és a csapatok létszámának emelése is napirendre kerül majd.